Kedves kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy Regina vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a Módszertani Központ, illetve az eTwinning szolgáltató pontja nevében nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai webináriumunkon, amin láthatjátok is már Horváth Ádám prezentációját. Mai témánk az lesz, hogy hogyan beszéljünk a robotokkal. Természetesen, ahogy szoktuk is, lehet kérdezni az előadás alatt a chatben, hogyha Ádám közben nem tud válaszolni, akkor a kérdéseket én össze fogom gyűjteni, és a végén egyben válaszol majd a kérdésekre. Illetve szintén a szokásos módon a végén be fogom tenni a chatbe azt a linket, amin keresztül tudtok majd kérni igazolást arról, hogy részt vettetek ezen a webináriumon. És akkor most szeretném megkérni Horváth Ádámot, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit ezen a késői órán, akit ilyenkor vonz az, hogy a robotokról beszéljünk, és talán el is kezdem magát a prezentációt. A mai beszélgetés során, illetve a mai előadás során, ha lehet, akkor elsősorban arra szeretnék kitérni, hogy hogyan beszéljünk a robotokkal, és hogyan beszéljünk a gyerekekkel a robotokról. Tehát a mai megbeszélésen, illetve a mai előadás során nem elsősorban arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet a robotokat az oktatásban alkalmazni, hiszen ez ügyben már nagyon sok jó gyakorlat van, ami elérhető. Sok pedagógusnak van is már tapasztalata azzal, hogy hogyan lehet akár egy Lego robotot, vagy bármilyen egyéb robotot bevinni a tanórára. Én inkább azzal szeretnék foglalkozni, hogy amikor megjelennek a robotok a tanteremben, akkor hogyan reagáljunk rájuk? Hogyan beszélgessünk a robotokkal? Hogyan vonjuk be a diákokat ebbe a környezetbe? Ezen az ábrán egy viszonylag rossz minőségű a fénykép, de a Pepper robot látszik, amint egy kisgyerekkel beszélget. És valóban most már ott tartanak a robotok, hogy akkor, amikor interakcióba, beszélgetésbe elegyednek egy gyerekkel, akkor a gyerek úgy kezeli a robotot, minthogyha az egyébként egy élő lény lenne. Erre majd vissza fogunk még térni, hogy ez egy probléma-e, vagy sem, hogyan kell erre reagálni. De ez egészen biztos, hogy egy olyan új helyzetet teremt, amellyel kapcsolatosan a pedagógiának, az oktatási rendszernek fel kell készülnie megfelelő válaszokra, hogy a diákok, a gyerekek, azok megfelelően fel tudjanak készülni annak a befogadására, hogy egy nem személy, egy nem élőlény az, aki kvázi úgy válaszol a kérdésekre, és úgy old meg problémákat, olyan módon lép bele interakcióba, minthogyha egyébként egy élőlény lenne. Mielőtt belekezdenénk magába a robotos témába, engedjék meg, hogy egy pár szlájd erejéig az egyik prezentációmból hadd idézzek fel néhány elemet, amelyek befolyásolják, vagy amelyek meghatározzák azt az utat, amelyek elvezetnek odáig, hogy a robotokkal foglalkoznunk kell, illetve a robotoknak a belépése az oktatásba az várható gyakorlatilag most már bármelyik pillanatban. Egy klasszikus, sokak által ismert dia, hogy 2018-ban minden köznevelésben tanuló diák a 21. században született, és mindenki, aki őket tanítja az elmúlt században, sőt, tehát az elmúlt évezredben. Ez azt is jelenti, hogy alapvetően más környezetben mozognak azok a felnőttek, akik kapcsolatban vannak, akár szülőként, akár tanulóként a diákokkal, mint maguk a diákok. Ennek talán a következő ábrán látszik a legfontosabb eleme, hogy mindenki, aki a köznevelési rendszerből kilép, vagy aki most még mindig benne van, ők legalább 2 évvel fiatalabbak, mint a Google. Ami azt jelenti, hogy senki, aki most tanul a köznevelési rendszerben, soha nem élt egy napot sem anélkül, hogy a Google egyébként elérhető ne lett volna. Ez alapvetően megváltoztatja az információhoz való hozzáférésnek a lehetőségét, és mint majd az előadás végén látjuk, egy csomó minden mást is, amiről egyébként korábban ezekben a prezentációkban nem volt szó.
de talán egy ilyen késői órán, egy szűk körben ez megosztható. Egy rövid emlékeztető az ipari forradalommal kapcsolatosan. Az ipar átalakulása, a gazdaság átalakulása, a technológia átalakulása egy nagyon hosszú folyamatban, de több nagyon jól elkülöníthető szakaszban valósult meg, amely szakaszoknak sajátos jellemzői, azok egyrészt az ábrán látszanak, másrészt pedig megpróbáltam még kiemelni ezeket. Míg az első ipari forradalomnál az emberi erő megsokszorozása volt a lényeg, de gyakorlatilag ugyanazt a munkát végezte mindenki, mint korábban, addig a második ipari forradalomnál már a futószalagoknak a megjelenésével alapvetően átalakult és specializálódott a tevékenység, tehát gyakorlatilag széttöredezett a munkafolyamat, és mindenki csak egy részét végezte el. Ez alapvetően átalakította a munkához való hozzáállást, ezt majd látjuk, hogy az oktatás számára ez milyen kihívásokat jelent. A komplex rutin feladatok önálló elvégzése vált a harmadik ipari forradalomnak az alapjává, és a negyedik ipari forradalom, amelyben most járunk, amely igazából a robotok kora, már gyakorlatilag külső hatásra, külső adatoknak a hatására képes a zajló folyamatokat átalakítani, adaptálni, tehát külső emberi beavatkozás nélkül is megváltozik maga a folyamat, reagál a külső környezetre. Ez alapvetően megváltoztatja azt a környezetet, amelyben majd a jövő munkavállalói, vagy akár a mostani munkavállalók is majd munkát kell, hogy találjanak. Hogy az oktatási rendszer ehhez hogyan adaptálódott, arról tényleg csak nagyon röviden szeretnék egy pár szót beszélni. Az első és a második ipari forradalom között nagyjából 100 év telt el. Ebben az időszakban jellemzően 6 évfolyamos volt az iskola, és a társadalomnak egy szűk része volt érintett ebben a típusú tanulásban. Tehát gyakorlatilag az első és a második ipari forradalom között 16-szor fért bele a 6 évfolyamnyi váltás, ami azt jelentette, hogy egy tanárnak a gyermeke, sőt még az unokája is ugyanazt tanította, mint ő maga. A második és a harmadik ipari forradalom között már 100 év telt, szintén 100 év telt el, de már hosszabbak az évfolyamok, a társadalom nagyobb része érintett. Itt már gyorsul a tudásváltásnak, vagy a reakciónak a szükségességén. Most nem megyek bele a részletekbe, hogy az ötvösi reform Magyarországon mit jelentett ebben a körben. A harmadik és negyedik ipari forradalom között már csak 40 év telik el, miközben hosszabbá válik az oktatás, és a társadalomnak lényegesen nagyobb aránya érintett, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy pedagógusnak az élete során már alkalmazkodni, váltania kell magát, azt a tartalmat, azt a tudást, amit át kell, hogy adjon. Ennek a nyoma például nyomon követhető a sűrű nap változásban, amiről talán érdemes is lesz egy pár szót beszélni még az előadás végén, esetleg, hogyha valakinek van ez ügyben kérdése, akkor azt mindenképpen tegye fel. Regina feljegyzés, akkor a végén én igyekszem megválaszolni. A következő ábrán az ismeretek devalválódásáról kell, hogy egy picit beszéljünk, mégpedig olyan módon, hogyha van egy olyan ismeret, amit egyetlen ember ismer, akkor annak a nagyon kicsi a valószínűség, hogy én is mondjuk megismerem, hogyha nem mondja el nekem. Hogyha már néhány példányban leírta, akkor az elérhető információk közé tartozik, van egy kicsi esély arra, hogy én is megismerhetem. Ha a könyvtárból kikereshető, akkor gyakorlatilag viszonylag nagy az esély arra, hogy elérhetővé válik a számomra is. Ha pedig az interneten elérhető, akkor gyakorlatilag mindenképpen hozzáférhetővé válik a számomra. Ennek azonban van egy hátrányos következménye is, mert az elérhető információk mennyisége és a megismerhető információk mennyisége fordítottan arányos. Ami azt jelenti, hogy alapvetően, hogyha egy olyan információról beszélünk, amit egy ember ismer és megosztja velem, akkor azt teljes mértékben el tudom sajátítani. De ha
már több könyvet kell elolvasni, vagy akár egy egész könyvtárat, akkor drasztikusan csökken az általam is megismerhető információk mennyisége. Ha pedig az internetet vesszük alapul, akkor gyakorlatilag elenyésző az a mennyiség, amit egy ember ebből el tud sajátítani, meg tud ismerni. Ez azt jelenti, hogy a lexikális tudás olyan mértékben gyarapszik, hogy nem szabad azt az illúziót kelteni, hogy az elsajátítható. Ez egy komoly értékválság az oktatás számára, amely korábban azt az értéket vallotta magáénak, hogy a tudás átadója, a tudást közvetíti a tanulók felé. Ma pedig azt kell, hogy mondja, hogy a tudásnak csak egy részére lehet, részét lehet megismerni, és csak törekedni lehet, de törekedni kell a minél teljesebb körű tudásra, de ez soha nem lehet, nem érheti el a teljességet. Önmagában az ismeretek tudás elértéktelen, de nem nélkülözhető. Ebben most szintén nem mennék bele hosszan, hogy gyakorlatilag az, aki nem tud semmit, az kérdezni sem tud. Tehát hiába van Google, hiába van bármilyen keresőrendszer, az alapvető kontextus ismerete nélkül gyakorlatilag az ismeretek hiánya az elvág attól a lehetőségtől, hogy további ismereteket szerezzünk. Tehát nem nélkülözhető továbbra sem a tudás és az ismereteknek a megszerzése, tehát ez továbbra is a célja kell, hogy maradjon az oktatásnak. Amikor nagyon kevés volt az információ és nehezen lehetett hozzáférni, akkor az oktatás egyik elsődleges feladata volt, hogy ezt az információt átadja csatornaként, gyakorlatilag közvetítse ezeket az ismereteket. Nem csak arról volt szó, hogy hogyan lehet ezeket feldolgozni, hanem maga a megismerésnek az útja is az iskolán keresztül vezetett. Amikor azonban túl sok az információ, akkor az oktatásnak segítenie kell ezt kiválogatni. Tehát megint csak egy olyan váltás valósul meg, amikor megváltozik az oktatásnak a szerepe, és most már ez egyik legnagyobb probléma, hogyha még több információt adunk, ahelyett, hogy segítenénk kiszűrni a meglévő információból, az amúgy is túl sok információból azokat, amelyekre a diáknak, tanulónak szüksége lehet. Még egy utolsó szlájd erejéig egy picit járjuk körbe ezt a kérdést, ami nagyon hasonló ábra, hogy 1950-ben egy 5 éves gyerek nagyon kevés ismerettel rendelkezhet, 10 évesen már valamennyivel, 20 évesen már el tud kezdeni egy adott munkát betölteni, és 50 évesen, hogyha folytatja ezt a tevékenységet, akkor gyakorlatilag az adott szakma professzionális művelőjévé válhat, adott esetben akár anélkül is, hogy újabb oktatásban vagy képzésben venne részt. 2050-ben azonban ez drasztikusan másként fog kinézni, egyszerűen az folyamatosan gyarapodó információk miatt, aki 20 évesen abba hagyja a tanulást, ő gyakorlatilag elévülő tudással fog csak rendelkezni, és elszakad attól az információ, tudás, képesség együttestől, ami egy adott szakma ellátásához szükséges. Tehát a világról alkotott kép relevanciája folyamatos tanulás nélkül csökken, és ezt már az oktatásnak is tudatosítania kell, hogy az oktatást nem, a tanulást nem lehet abba hagyni, a tanulást nem lehet befejezni. Ez ma már azért azt hiszem, hogy közhely, ez elég egyértelműen meglévő kihívás már ma is az oktatás számára. Fontos, hogy a felnőttek tudása nem szükségszerűen megkérdőjelezhetetlen, ezt valamilyen úton, módon kompenzálnunk kell, mint azoknak, akik a diákokat vagy a tanulókat oktatják. Egyrészt ez állandó tudás frissítéssel, másrészt pedig annak az elfogadásával, hogy mindent a tanár sem tudhat. Ezt be kell tudni építeni a tanítási folyamatba, hogy a diák ne azt várja el, hogy megfellebbezhetetlen, mindent tudó legyen a tanár, mert ez elképzelhetetlen. Bármikor sarokba lehet szorítani egy pedagógust azzal, hogy valami újat előhúzunk az internet valamelyik bugyrából, amiről ő még nem hallott. Azt kell tudatosítani, hogy ez nem probléma. Az újabb és újabb információk megjelenése az a közösség tudását növeli, akkor, hogyha a közösség képes ennek a megosztására. A fiatalok tudásának a relevanciája magasabb lehet, mint a felnőtteké, de ez igazából nem probléma, hogyha ezt egy a tanulási folyamat részeként képesek vagyunk feldolgozni. De akkor mit taníthat mégis a pedagógus egy ilyen környezetben? Erről lesz részben szó, és ezt kifejezetten megpróbáljuk a robotokra alkalmazni.
A készségigényeknek a megváltozása látható ezen a dián. Én ezzel nem is időznék sokat, hiszen maga a diasor elérhető lesz. Érdemes megnézni, hogy 2015 és 2020 között a World Economic Forum szerint hogyan változnak meg az elvárt készségek a munkaerőpiacon, és hogy erre hogyan kell majd reagálni az oktatásnak. Ennél egy sokkal fontosabb és érdekesebb ábrát szeretnék mutatni, így utolsóként, mielőtt a robotokkal elkezdünk foglalkozni, mégpedig azt az ábrát, ami a felnőtteknek az olvasás, szövegértés, eloszlási görbéjét mutatja, ami azt mutatja, hogy nagyjából az egyes és az alatti szinten teljesítők ők az analfabéták, kettes és a hármas szinten viszonylag sokan vannak, a négyes és az ötös szinten pedig már megint csak kevesebben. Ezek azok, akik a legkönnyebben, a legjobban értik az írott szöveget, és a legkönnyebben tudnak ebből újabb tudást építeni. Ez önmagában egy normál eloszlás mellett nem is jelent problémát, de megjelenik ezen az ábrán ma már a Siri, a Google Alexa, a Google Assistant, illetve az Alexa az Amazontól, amelyek jelen pillanatban már a 3-as és a 4-es szint között teljesítenek olvasás, szövegértés, szövegnek a élő szövegnek a megértése terén. Erre fogunk majd egy példát látni az előadás végén. És ez azt jelenti, azt a kihívást jelenti az oktatás számára, hogy nekünk a robotoknál jobb embereket kell létrehozni, de ugye a robotoknál nem tudunk erősebbek vagy gyorsabbak lenni, emberebbek tudunk lenni a robotoknál. És erre kell felkészíteni a tanulókat, hogy ők a saját emberi kvalitásaikban legyenek képesek folyamatosan legyőzni a robotokat, különben egy adott esetben hármas szinten szövegértéssel rendelkező diáknak a jövendőbeli munkáját hamarabb veszi át egy robot vagy egy mesterséges intelligencia, hogyha például bolti eladóként, vagy kamionsofőrként, vagy áruházi eladóként, esetleg hotelrecepciósként szeretne munkát találni. Ugyanis ezeknek a munkaköröknek a túlnyomó többségében automatizálhatóak az alaptevékenységek, és csak egy szűk részére van szükség olyan típusú kreativitásra, amelyben a robotok még nagyon hosszú ideig nem tudják átvenni az embereknek a szerepét. Ennek több oka is van, erre is majd egy picit később ki fogunk térni. És akkor most rátérünk magának az előadásnak a fő témájára, hogy miért kell egyáltalán beszélni a robotokkal, és hogy miért kell az oktatásnak egyáltalán foglalkozni azzal, hogy a robotok azok megjelenjenek már a tanulási folyamatnak a korai szakaszában, és a gyerekek hozzászokjanak a robotoknak a jelenlétéhez. Ennek az oka elsősorban az, hogy ha az oktatás a jövőre készít fel, és az életre készít fel, a munkaerőpiaci részvételre készít fel, akkor egy olyan környezetre készít fel, amelyben robotok lesznek. Itt az elkövetkezendő néhány képen látszik egy klasszikus ipari forradalom első szakaszában lévő pékség. A következő szakaszban már az automatizálás, a futószalag megjelenik, ez már a második, sőt talán a harmadik szakaszának is tekinthető az ipari forradalomnak, ez az elektromos kemencével ellátott pékség. És nagyjából lehet sejteni, hogy mi lesz a következő ábra, amelyen már egy robot végzi el az automatizálható fizikai munkát. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nélkülözhető lesz a pék, neki kell továbbra is meghatároznia, hogy milyen lisztből, milyen pékárut készít el, milyen ízesítéssel, ő ismeri a vevő közönség ízlését, de a rutin munkáknak az elvégzésében nagyon sokat tud majd segíteni neki egy robot. Az a pékség, amelyik ilyen robotot alkalmaz, az lényegesen olcsóbban tud termelni, mint az a pékség, amelyik nem. És az a pékség tud majd ilyen robotot alkalmazni, amelyben a pék, amellett, hogy egyébként kiváló kenyeret tud sütni, és pontosan ismeri a pék szakma minden rejtelmét, képes egy ilyen robotot vezérelni. Tehát meg kell tanulnia valamilyen úton, módon átadni azt az információt a robotnak, hogy most én 50 darab pogácsát szeretnék,
most én 140 darab zsömlét szeretnék. És ennek a nagyon egyszerű, alapvető információnak az átadása azon keresztül valósul meg, hogy kommunikálunk a robotokkal, beszélünk hozzájuk, és erre valamilyen úton, módon föl kell készülni, hiszen ez alapvetően egy komoly érzelmi és pszichés kihívást jelenthet akkor, hogyha először találkozunk robotokkal, és megpróbálunk úgy reagálni rájuk, mintha egyébként személyek lennének. Az, hogy ki fog találkozni ilyen robottal a munkahelyén, nagyon könnyen megválaszolható, mert mindenki. Tehát a robotok elterjedése folyamatosan nő, és míg korábban a hadiparban, az iparban jelent meg, ma már a kereskedelemben és hát az otthoni háztartási területen is megjelennek a robotok. Nagyon fontos, hogy gyakorlatilag nem nagyon van olyan terület, amelyen belül egy robot ne jelenhetne meg, és ezért aztán ennek egyre kisebb az esélye, hogy valaki ne találkozzon a robottal. Ez talán a következő ábrán is látszik, a változó munkaerőpiaci igények terén. Látszik, hogy a fizikai, a rutin tevékenységeket alapvetően a robotok veszik át. A rutin szellemi tevékenységet, például egyébként a jogi tanácsadást, a pénzügyi tanácsadást és számtalan ehhez kapcsolódó tevékenységet a számítógépek, mesterséges intelligenciák veszik át, és az emberek számára a szellemi, nem rutin tevékenység, kreatív tevékenység, csoportos tevékenység terén marad olyan terület, amelyben gyakorlatilag ők lecserélhetetlenek, és amelyben az embereknek maradandót kell alkotniuk ahhoz, hogy a munkaerőpiacra be tudjanak lépni. Önmagában azonban, hogyha valaki szellemi, nem rutin tevékenységet végez, de nem képes kommunikálni a robotokkal és a mesterséges intelligenciákkal, akkor izoláltan fog élni, és nem tudja alkalmazni, használni azokat az előnyöket, amelyeket egyébként ez a környezet kínál a számára. A kommunikáció a robotokkal és a számítógépekkel természetesen a programozás nyelvén keresztül valósul meg. Egy picit térjünk rá erre, és nézzük meg, ez a fejreállított piramis az emberiségen belül azokat az embereket jelképezi, akik az adott szoftver generációval vagy programozási nyelv generációval találkozhatnak. Az első generációba tartozik a gépi kód, amelynekben nincs is még gyakorlatilag külön programozási nyelv, hanem közvetlenül a géppel, annak a lyukkártyákon keresztül, egy bináris kódon keresztül tudunk kommunikálni. Itt most egy fizikai jelenlét hiányában nem tudom megkérni a hallgatókat, hogy mindenki tegye fel a kezét, illetve de igen, csak én ezt nem fogom most látni, hogy hányan ismernek olyan szemét, aki gépi kódban képes kódolni. Mert nagyon kevesen. Tehát nyilván az informatika tanárok egyrészt hallottak róla, másrészt pedig talán ismernek ilyeneket, de nyilván lényegesen több azoknak a száma, akik assembly-ben képesek kódolni. Ez is egy nagyon nehéz és egy komoly kihívással teli programozási nyelv, de ebben már egy programnyelv jelen van. A harmadik generációs C++ Java programozási nyelvet mindenki ismeri, és mindenki ismer legalább egy olyan embert, aki egyébként ezekben a nyelvekben programozik. A negyedik generációs programozási nyelvek között talán ki lehetne emelni a LabVIEW-t, amely akár a LEGO robotokból ismerős lehet. Itt már egy sokkal felhasználóbarátabb interfésszel találkozunk, amelyben komplex problémákat egyszerre lehet grafikus felületen akár kezelni. Az ötödik generációs programozási nyelveknek a sajátossága pedig elsősorban az, hogy ezeknek a programozási nyelveknek a felhasználása során a felhasználó nem találkozik programozási nyelvvel. A programozási nyelv el van rejtve egy felhasználói interfész mögé, amely a legtöbb esetben a természetes beszéd vagy a gesztusoknak a nyelve. Ilyen például, hogyha Siri-t megkérdezem, ugye talán többen hallották már, hogy
mikor volt az első pun háború, vagy Gibóval beszélgetünk, akkor gyakorlatilag már ennek az ötödik, negyedik, ötödik generációs programozási nyelvnek a felhasználásáról beszélünk. Ami azt jelenti, hogy mire a gyerekek felnőnek, mire ők a munkahelyre bekerülnek, addigra a negyedik, ötödik generációs programozási nyelvek elterjedtsége jelentősen nőni fog. Tehát az ő esetükben az, hogy ők találkoznak egy olyan géppel, amelyet nekik vezérelniük kell, akár a hangjukkal, ez nagyon valószínűvé válik, szinte egészen biztosra tehető. Ezt talán a következő ábrán is érdemes még megnézni. Egy olyan munkakör, amelyben nem lesz szükség informatikai eszközökre, ezeknek a mennyisége folyamatosan csökken, nagyon kevés olyan állás van, amely teljesen IT-mentes munkakörnyezetben végezhető el. Az IT környezetben végzett munka, amely nem igényel informatikai szakmai ismeretet, ezeknek a köre bővül a leggyorsabban és a legszélesebb körben, illetve ide sorolható még a valamilyen informatikai megoldást is használó munkakör. Ilyen például az általam az előbb említett robotokkal kisegített pékség, vagy a robotok által, vagy a mesterséges intelligenciák által támogatott tevékenység. És nyilván ezt meghaladja a kifejezetten informatikai szakértelemre, szaktudásra, programozási tudásra épülő munkaköröknek a köre, de ezeknek a mennyisége ugyan nő, de nem olyan jelentősen, mint az előző két kategória. Úgyhogy mindenképpen arra kell majd felkészítenünk a tanulókat, hogy nem csak véletlenszerűen, hanem rendszeresen találkoznak majd robotokkal, és velük valamilyen interakciót kell majd kialakítani, amely nagy valószínűség szerint nem lyukkártyáknak a robot szájába való betömködése lesz majd. Úgyhogy az oktatás ezért aztán ahhoz, hogy válaszolni tudjon ezekre a kihívásokra, nem ismeretet, hanem az ismeretek átadásának, kiválasztásának, a megszerzésének a képességét kell, hogy átadja. Hogyha a tanulóktól elvárjuk, hogy csoportmunkát végezzenek, akkor a tanároknak is példát kell ebben mutatni. A hiba lehetősége nélkül nincs kreativitás, de én ezt most nem fogom jobban kifejteni, mert nagyon szalad az idő, és még rengeteg videós tartalmat is szeretnék megmutatni önöknek. És talán a legfontosabb, ami a robotokkal való kommunikáció során az egyik legkritikusabb tétel lehet, hogy a technológia ismerete feltétel, de önismeret és célok nélkül a technológia uralkodik rajtunk, és nem mi uraljuk a technológiát. Tehát azokat a tanulókat, akiket a robotokkal való kommunikációra fölkészítünk, elsősorban egy önismeretre arra kell fölkészíteni, hogy ő az, aki a robotot irányítja, hogyha a robot kér tőle valamit, hogyha a robot kommunikál vele, akkor is tisztában kell azzal lennie, hogy az csak csavaroknak, műanyagnak és néhány áramkörnek az összessége, amely kifejezetten úgy van megalkotva, hogy ő rajta valamilyen érzelmi hatást is kíváncson. Talán önök közül is látták néhányan, amikor Gibót, hogyha megsimogatjuk, akkor dorombol. Vagy hogyha rászólunk, hogy forduljon el, akkor úgy fordul el, hogy a gyerekek megsajnálják. Én azt gondolom, hogy ilyen típusú interakcióval egyre többet fogunk találkozni, mert az a jellemző, hogyha valamit meg lehet csinálni, akkor meg is csinálják, és nagyon kevés lesz az önuralom a robotok gyártóiban akkor, amikor ki lehet használni egy ilyen típusú lehetőséget, hogy akkor ők esetleg ezt ne használják ki, hogy érzelmi bevonást érjenek el akár a felnőttek, akár pedig a gyerekek esetében. És akkor rá is térnénk végre a mai előadásnak a fő témájára. Én azzal kapcsolatosan szeretnék önöknek néhány témát, forrást és kérdést föltenni, hogy hogyan kezeljük a tanulók és a robotok kapcsolatát. Hogyan alakítsunk ki egy olyan pedagógiai gyakorlatot, melyek azok a kérdések, amelyekkel ez a téma behozható a tanórára.
Melyek azok a kérdések, amelyek mentén el kell kezdeni, vagy el lehet kezdeni a robotok kérdésének a feldolgozását? Nyilvánvalóan adja magát a kérdés, hogy mi is az a robot? Milyen jellemzői vannak a robotoknak? Miben különböznek a robotok az emberektől? Miért hozta létre az ember a robotokat? Én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel meg lehet nyitni egy beszélgetést, és itt most ugyan létezik ez az anyag különböző korosztályokra tagoltani is, ezt majd szerintem a regináikon keresztül meg fogjuk osztani, de ezeket most összegyűjtöttem, és ez az összes korosztály számára alkalmas, vagy feltehető kérdéseket tartalmazza, és ezt gyakorlatilag bármilyen órára bevihető kérdésként el lehet indítani egy beszélgetést a tanulókkal, amelynek a jellemzője is ez a következő képekre vagy szlájdokra is igaz lesz, hogy alapvetően a tanulói aktivitásra épít, és nincsenek előre gyártott válaszok, hanem kifejezetten az az érdekes, hogy maguk a tanulók mit fognak válaszolni ezekre a kérdésekre, és ez alapján ők maguk hogyan építik ki a robotokról kialakított vagy kialakítható képet. Ezt próbálja az a diasor, amelyet most mindjárt levetítek, valamilyen úton módon terelni abban az irányban, ami az előadásnak az első fél órájáról szól. Nyilvánvalóan a robotoknál nem lehet közvetlenül az ipari robotokkal kezdeni, hanem valamilyen játékos módon először is próbáljuk meg feltérképezni azt, hogy ők hogyan állnak hozzá a robotokhoz, és ennek kapcsán azt lehet kérni tőlük, hogy gyűjtsenek képeket robotokról, esetleg ilyen háztartási hulladékból, mint ez itt is látszik, próbáljanak meg összerakni kisebb robotokat, és közben meséljenek arról, hogy melyek a jellemzői a robotoknak, miben különböznek az emberektől. Egészen elképesztően aktívvá válik egy tanulócsoport, hogyha ezeket a kérdéseket föltesszük nekik, és hihetetlen mélyen képesek belásni magukat ebbe a kérdésbe. A következő képen alapvetően inkább a felső tagozatosok vagy a középiskolások számára szánt kérdéseket jelenítünk meg, amely kapcsán érdemes föltenni, hogy miért féltek a gólemtől, miért féltek Frankensteintől, illetve ki volt Kempelen farkas. Ez a három kérdés, illetve a három kép kiváló alkalom arra, hogy elkezdjenek utána nézni, és kikeresni azokat a forrásanyagokat, amelyek feltárják mind a három képhez kapcsolható közös, akár történelmi, akár médiaismereti, akár ipartörténelmi ismereteket, és végül is mindegy, hogy milyen mélységig, de ezeket nagyon jól össze lehet kötni a különböző tantárgyakban feltárt kérdésekkel. És ez a kérdés átvezet, vagy ezek a kérdések átvezethetnek már a robotokkal kapcsolatos részben morális, részben pedig további disztinkciós kérdésekhez. Önmagában erről a képről, arról, hogy milyen további kérdések tehetőek fel, illetve a komplett óravázlatok alakíthatóak ki csak erről a diáról, erről most nem beszélnék, de nagyon szívesen megosztom majd azokat is, mert mennénk tovább a következő témára. Ez pedig az ember-robot, robot-ember közötti distinkciónak a meghatározása. Valószínűleg nagyon sokan ismerik az itt kivetített két filmet, ugye az egyik a Robotzsaru, a másik pedig a 200 éves ember, Asimov regénye alapján, ugye Robin Williams személyesítette meg a jobboldali képen azt a robotot, amelyik úgy döntött, hogy ő emberré válik. Miközben a másik képen a Murphy, aki a robotzsarú testében él, ő valójában továbbra is egy ember, csak egy gép helyettesíti a testének a nagyobbik részét. Ez egy egészen kiváló összevetés ahhoz képest, hogy akkor hogyan, meddől meddig tart egy ember, hol a határ a robotok és az emberek között. A gyerekek ezekre a kérdésekre tényleg órákon keresztül tudják sorolni az érveket, és egymást elkezdik meggyőzni, feltárni ennek a
distinkciós problémának a nehézségét, és közben elindul egy olyan folyamat, amiben ők újabb és újabb példákat hoznak be az órára, amely gyakorlatilag elgondolkodtatóvá teszi, vagy elgondolhatóvá teszi ennek a kérdésnek a feltevését. Az órának a célja nem a robotokkal, nem az emberek robotokkal való kiváltása, hanem az ember sajátos tulajdonságainak, érzelmi hátterének és kreatív szellemének a megerősítése, megjelenítése, amelyben el tudjuk magunkat határolni a robotoktól. A következő kép egy sokkal könnyedebb játékot, illetve egy feladatot tár fel, amelyben érdemes valamilyen úton, módon csoportosítani, összegyűjteni a diákok vagy a tanulók által már a korábban összegyűjtött robotokat, megkérhetjük, hogy csoportosítsák őket. Itt én most csak néhány kategóriát soroltam fel, a tanulók egészen más kategóriákat is föl tudnak találni, és mindegyikre tudnak példát mondani. Nagyon jól le lehet játszani azzal, hogy akkor megkérjük, hogy akkor ezt csoportosítsák őket, akár egy interaktív táblánál, vagy akár papíron, és utána, hogyha különböző halmazokba rendeztetjük őket, akkor fantasztikus vita szokott kialakulni azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán a különböző kategóriáknak a metszetébe melyik robot tartozik, vagy tartozhat. És ezt nagyon szokták élvezni a tanulók. A következő képen ez folytatódik, hasonlóan egy kategorizálási gyakorlat jelenik meg. Ugyanakkor már elkezdhetünk feltenni olyan kérdéseket, amelyek a következő témára való ráfordulást jelenítik meg. Mi a célja az egyes robotoknak? Hol találkozhat ezekkel a robotokkal? És ez szerint próbálják meg csoportosítani a robotokat a rendeltetésük szerint. Ez nagyon sokat segít abban, hogy elkezdjék a tanulók a helyén kezelni, és a korábban meglévő megszemélyisítéstől elválasztani a robotoknak a létét és az ezzel kapcsolatos gondolatokat. Tehát ugye itt még egyszer, hogy hol találkozhatunk robotokkal, gyakorlatilag mindenhol, az élet minden terén meg fognak jelenni a robotok. És a következő pár kép során nagyon jól rá lehet vezetni a tanulókat, hogy ez már ma is itt van, már ma is közöttünk él. Itt látszik egy önvezető autóflotta, amely gyakorlatilag megjelenik már a 4-es metróban, és ami gyakorlatilag megjelenik már a BKK jegy eladó automatáiban. Hát a társadalmi veszélyessége folyamatosan csökken ugye a képeknek balról jobbra. Kicsi az esélye, hogy bárkit elüt egy BKK automata, de valójában az is egy robot. És nagyon jól föl lehet tárni azt ennek a gondolatnak a kapcsán, amire korábban nem tudtak volna gondolni a tanulók, hogy már most is egy csomó robot között élünk, már most is rengeteg olyan megoldás, automatizált rendszer vesz minket körül, amelyek legalábbis részben megfelelnek a robotokkal kapcsolatos kritériumoknak, és ezeket már is megtanultuk használni valamilyen úton, módon. Nyilván ezek most még nagyon egyszerű rendszerek, ahhoz képest, amelyek az elkövetkezendő években megjelennek. A következő téma, amely itt még megjelenik, az pedig az érzelmi azonosulás a robotokkal. Én ezzel viszonylag sokszor találkozom, mert Jibo kifejezetten erre lett tervezve, egy social robot, tehát egy szociális interfésszel rendelkező robot, amelynek a kialakításánál a kiskutyáknak a jellemzőit vették alapul, nagy szem, kerekdek formák, pontosan azért, hogy bevonza a tanulókat, a gyerekeket, és ezért kialakulnak érzelmi kapcsolatok. Ezt egyébként már a digitális pedagógiai műhely kapcsán
az egyik cikkhez fűződő kommentek nagyon alaposan körbejárták, ezt én javaslom mindenkinek átolvasni azt a viszonylag sok észrevételt, ami azt próbálta meg föltárni, hogy probléma-e, lehet-e kezelni ezt az érzelmi azonosulást a robotokkal. Talán Attilát kérném majd meg, hogy ezt emelje külön ki annak a párbeszédnek a linkjét, és majd ossza meg a résztvevőkkel, mert mindenképpen érdemes áttekinteni. Tehát, hogy vannak-e érzelmei a robotnak, lehet-e sajnálni a robotot, például Wall-E-t a rajzfilmben sajnálják a gyerekek, hogy ez erre kell-e külön reagálni a tanárnak, ezt meg kell-e magyarázni a tanulónak. Én azt gondolom, hogy igen, tehát föl kell készülnünk arra, hogy a gyerekek számára segítséget nyújtsunk abban, hogy az érzelmi azonosulást valamilyen úton, módon be tudják ők is azonosítani, hogy ennek mi volt az oka, és hogy ez mennyire kell, hogy befolyásolja őket a jövőben. Milyen feladatokat lehet feltenni a robotokkal kapcsolatosan? További kérdéseket lehet kifejteni a tanulókkal, miért jó a robot, ki a felelős a robotért, ki a felelős a robot által okozott károkért. Rengeteg hír van mostanában, hogy önvezető autó elütött egy embert, hogy egyik gyárban egy robotkar megsebesített egy embert. Ezeket nyilván az életkori sajátosságoknak megfelelően be lehet emelni a körbe, be lehet emelni a feltárt kérdések körébe, és nagyon jól lehet róluk beszélni, hogy ki a felelős egy robotnak a cselekedeteiért. Nekem az a tapasztalatom, hogy az alsó tagozatos gyerekek is nagyon pontosan és tisztán képesek egy nagyon rövid rávezetés után azt megállapítani, hogy a robotokat tervezték, hogy a robotoknak az irányításával kapcsolatosan felmerülnek kérdések. Tehát nem a robotban lévő valamilyen személy, mint egy gólem az, amelyik felelős, hanem gyakorlatilag ezt a felelősséget igenis lehet elemezni és visszavezetni valamilyen típusú döntése. Nyilvánvalóan a mesterséges intelligenciának a megjelenésével ez a kérdés ez egyre bonyolultabbá válik, de ugyanakkor egy fontos kérdéskör, amellyel kapcsolatosan a gyerekeknek fontos, hogy legyen véleményük, el tudjanak kezdeni róla beszélni. A másik, ami nagyon fontos lehet, ez a játszatok robotosat, ez a sorbarendezés különböző algoritmusokkal az udvaron. Talán önök közül is többen ismerik ezt a játékot. Ebben egy picit belenézünk ebbe a videóba, méghozzá olyan módon, hogy mondjuk elindítom. I am so stupid. Ezen a videón az látszik, hogy a tanulóknak az udvaron egy sorba rendezési gyakorlatot kell tartaniuk, és ebből különböző verziók vannak a videóban. És ezt követően készültem még néhány olyan filmmel, amelyek a beszélgetéseket képesek elindítani a tanulókkal, és amelyek alkalmasak arra, hogy bemutassunk különböző robotokkal kapcsolatos cselekvéseket, amelyek elindíthatják a beszélgetést. Néhány ilyet fogok most megmutatni, de nagyon sokat kimásoltam ebbe a prezentációba. Tehát ezeket majd meg fogják látni, illetve meg tudják találni. Köszönöm.
És talán még két videót szeretnék megmutatni. Az egyik Gibo videója. This is your house. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos. So that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator through interactive applications. Jibo can teach. Let me in, or else I'll... Ha! And I'll... Ha! And I'll blow your house in. Hey, where'd you go? There you are. He's the closest thing to a real-life tilt. És most utoljára szeretném még megmutatni ezt a videót, amiben pedig... Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. I'm happening out here. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Magában a prezentációban még több linket is elhelyeztem, amelyek jól használhatóak, és külön szeretném kiemelni a World Robot Olympics 2017-es Advent Robotics magyar csapatnak a videóját, aminek a linkjét ide betettem, de most már ezt nem fogom külön bemutatni. Illetve az utolsó szlájdra rátettem egy robot videót, amelyben Mucsi Zoltán szinkronizálja a robotokat, de ezt csak erős idegzetűeknek ajánlom, mert erős káromkodások is hallhatóak a szövegben, ám de végtelenül vicces. Úgyhogy én ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket, és akkor talán van még valamennyi időm arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Várjuk a kérdéseket a chatben, hogyha valakinek van. Közben már én is beraktam a linket, amire rákattintva tudtok regisztrálni, hogyha kértek igazolást a mai részvételről. És közben várjuk a kérdéseket, hogyha valakinek van Ádámhoz kérdése, akkor azt tegye meg, hogy beírja nekünk. Remélem, hogy látszottak a videók, amiket bejátszottam. Igen.
Ha nincsen kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött a mai webináriumunkra, és meghallgatta Ádám előadását. Természetesen ez a webinárium is elérhető lesz majd különböző csatornáinkon, és népszerűsíteni fogjuk. És várunk majd benneteket a holnapi webináriumra, ahol pedig Nádori Gergő lesz a vendégünk diákjaival. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét! Sziasztok, szép estét!